Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 23-án nyílik újra egy égi kapu. Mégpedig összefüggésben állunk egy ilyen napon Alkioni csillaggal. Alkioni lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. Egy ilyen napon megvan a finom energiamező, a gyógyító erő. Mindig más szimbólum uralkodik egy ilyen nap felett. Ezúttal Csikcsán hatása alatt állunk, ami lefordítva egy kígyót jelent. Ezen a napon, tehát 23-án, tartok újra egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Mint energiai egyensúly, a díjam 4000 forint személyenként. Ebben a szertartásban most Csikcsánról van szó, tehát erről a kígyóról. És mit jelent ez a szimbólum? Ez jelenti a gyógyulást, a gyógyító erőt. Jelenti a megújulásokat, jelenti a változásokat. Ez a Csikcsán kihat a párkapcsolatra is, hiszen szimbolizálja a szexuális témákat. Ez a kígyó, ez jelenthet mellékutakat, változásokat, vagy egy kiutat, egy megoldást egy bizonyos helyzetből. És mint mondtam, ennek a Csikcsán energiának van gyógyító hatása is. Ez a kígyó néha egy nőt jelent, egy rivális nőt, aki gonosz vagy rossz szándékok, közeledik hozzád. És ez a szertartás segít abban, hogy eltávolítsd ezt a gonosz nőt, sőt, Alkioni szintén segít, hiszen győz a gonoszságok felett. Tehát felszabadulhatsz ettől a hamis nőtől, végre fellélegezhetsz, nincs befolyása rád, vagy esetleg a párodra. Ha érdekel ez a szertartás, akkor e-mailen keresztül jelentkezhetsz. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napod, nagyon sok szeretettel, Denderám!